50 évvel később állítottak bíróság elé parancsnokokat, akik a mai nézetek szerint akkor helytelen parancsot adtak ki. Ez ma is fennáll. Ez a parancs, ez helytelen. És nem mondhatjátok később, hogy nem tudtátok, mert nyilvánosan kamerák előtt nap mint nap felhívjuk rá a figyelmeteket, hogy sajnos helytelen parancsokat teljesítetek, amit meg kell tagadni. A parancsot ebben az esetben meg kell tagadni egyszerűen azért, mert népelenes parancs és a végkövetkezménye idő előtti halál. Az idő előtti halál meg nem más, mint gyilkosság, és mivel ezeket a gyilkosságokat ma a pénzügyi hatalmak erejével és a ti segítségetekkel követik el, ezért ez népirtás. És a népirtás az egy háborús bűncselekmény. A háborús bűncselekményekért pedig lehet, hogy nem is a katonai ügyészségen kell majd felelni, hanem a Nemzetközi Hágai Bíróságon. Nagyon-nagyon szépen kérünk benneteket, hogy hallgassátok meg, amit mondunk. Ezt azért mondjuk, mert a mi véleink vagytok ti is. Nekem speciális most a rendőrállomány 99%-a fiam lehetne. Ha az én fiam rendőrnek ment volna, én biztos, hogy most nem engedném, hogy fölvegye a szolgálatot. Ha megteszitek mindazt, amire kérünk benneteket, akkor, de csak akkor, olyan becsületet fogtok tudni szerezni a rendőrmundérnak, meg a katonamundérnak, amilyen volt régen, még a II. Világháború előtt. Na hát én ilyen Magyarországot akarok, ahol a rendőrnek, a katonának, a tanárnak, az ügyvédnek, az orvosnak újból egzisztenciája van. Amikor a nép tisztelettel néz rá, és megbízik bennük, és az ő munkájukat, az ő segítségüket kéri. Ilyen Magyarországra van szükség, mert ez a törvényességnek az alapja, a törvényességi rend betartásának.